Győri Barát életében elérkeztünk megint egy olyan pillanathoz, amikor egy hiánypótlást sikerült megvalósítanunk, és a vállalkozóknak az útját sikerült úgy kibővítenünk, hogy két sávoson és egy olyan minőségben, amit a kamionok is igénybe tudnak venni, és remélhetőleg nem fogják föltörni. Erre kaptunk mi a kültéri utaknak a pályázati lehetőségével sikeresen nyertünk 83,3 millió forintot. Minimálisan meg kellett oldanunk, de ez a toldás azért is volt, hogy olyan minőségbe és olyan szélességbe meg tudjuk valósítani, hogy az a közlekedésben ne legyen probléma. Én ennek örömére országgyűlési képviselő a Karákosnak átadnám a szót, hogy pár gondolatot mondjon. Jó napot kívánok, tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Győr új barát folyamatosan fejlődik, a folyamatos fejlődésnek a legnagyobb titka, a legfontosabb titka, hogy van egy tudatos átgondolt települési fejlesztéspolitika. Ez időről időre mindig, amikor szükséges kormányzati támogatás is érkezik, és persze vannak új terveink, elképzeléseink, nyilván azért dolgozunk, hogy fejlődjön Győr új barát és az egész térség. Köszönöm, köszönjük az itt élő emberek, meg az itt működő cégeknek a türelmét, hiszen nem volt egyszerű a felújítás időszaka. Sok sikert kívánok Győr új barátnak és polgármester úrnak. Köszönjük!